Júniusban projektnyitó sajtótájékoztatón számoltak be arról, hogy mentális egészségfejlesztési funkcióval bővül a Szent Erzsébet Kórház egészségfejlesztési irodájának profilja. Egy 40 millió forintos pályázati forrásból megvalósuló két éves programot ismertettek, melynek része volt a szombati bő félnapos konferencia is. Mentális egészségünk megőrzése, ugye ez a fő cím ennek a konferenciának. Mentális egészség megőrzés, tudatosság, várandóság és szülőség. E címszavak köré csoportosultak az előadások, melyre családtervezőket, várandósokat, kisgyermekes szülőket, pedagógusokat vártak, és mindenkit, aki a gyermek fejlődésében érintett. Célközönséghez szeretnénk már szólni, és a két éves pályázati időtartamot két részre osztottuk. Az első évben igyekszünk a várandósokat és a kisgyerekes szülőket megszólítani, és aztán akik őket támogatják, nyilván védőnők, pedagógusok, óvónők és egészségügyiek. Az előadások témáit tekintve az érdeklődők átfogó képet kaphattak, mi minden szükséges a mentális egészséghez, hogyan érhetjük el, hogyan nevelhetjük így gyermekeinket, illetve hogyan is állunk jelenleg ezen a téren Európa más országaihoz viszonyítva. Hogy mentális egészség szempontjából, depresszió szempontjából nagyon nehéz Magyarországon a helyzet, nagyon magas a depressziós tünetekkel rendelkezőknek az aránya, különösen a nők és az alacsony iskolai végzettségek. Ugyanakkor a magány, ami nagyon nehezíti azt, hogy ezeket a tüneteket enyhítsük, szintén egyre inkább a társadalomban elterjedt. A megoldást a közösségi kapcsolatok erősítése jelenti, hisz Magyarországon a társadalom alig 10%-a az, aki valamilyen közösségi csoporthoz tartozik, legyen az politikai, vallási, szociális, sport vagy bármi. Az ember természeténél fogva társas lény és igényli a közösséget, alakítja azt, illetve a közösség is hatással van az emberekre. Mindenki számít, és mindenki, minden apró cselekedet, és minden gondolat számít a világ sorsának az alakításában. Bár nem így gondolkodunk, de mégis, ahogy a csepp a tengerben, a robokszem a homok sivatagban, részei vagyunk ennek, és valóban a tudomány bebizonyította ma már, hogy tényleg hatunk egymásra is, és tudunk segíteni magunkon is, a világon is. Nagy szerepet kapott a konferencián a mindfulness, amit többnyire tudatos jelenlétként fordítanak le. Alapvetően arra a folyamatra utal, amikor figyelmünket szándékosan és ítélkezésmentesen a jelen pillanat tapasztalatai felé fordítjuk, s a pillanatnyilag észlelhető belső és külső tapasztalatokat tudatosítjuk. A szakemberek szerint ez a gyermeknevelésben is egy működő és bevált módszer. Alapszabálynak azt mondanám, hogy egy kisbaba, aki két éves kor alatt van, őnála az elsődleges szempont az, hogy mindent, amit akar, azt megkapjon, és bármit akar, ő ezt leginkább a sírásával tudja kifejezni, tehát ezt mindenképpen nyugtassuk meg, és ha éhes, akkor etessük meg, stb. És ha nagyobb a gyermek, akkor is mutathatja ennek a nagyon kezdetleges úgynevezett hüllőagynak a reakcióját, ami háromféle módon tud megmutatkozni. Az üs-fus, ez úgy nagyjából mindenki számára már ismerős, de van egy harmadik is, a lefagyás. Ezekre mind külön-külön kell reagálni, de ami a legfontosabb, az az ölelés. Szinte minden élethelyzetben hasznos, megnyugtat, oxitocin szabadul fel a szervezetben, és ez a kötődés kialakulását segíti. A bőfélnapos konferencia az első nagy rendezvénye volt az egészségfejlesztési irodának, az aktuális projektben, melyet jövőre ismét megrendeznek, hasonló témakörben.